Na. Nézzük, live-ok vagyunk-e? Continue. És egy, itt. Aha. Király. Mókodj kamera. Ez az. Na. Meglátjuk, hogy mi a szitu. Egy. No, most még nincs senki, de... Vagy mégis, nem is tudok, mindegy. Aki majd ezt YouTube-ról nézi vissza, azoknak sziasztok. Játsszunk egy kis Dark Souls 1-et. Miracle Only runnal. Csá! Na, az előző stream vége óta én egy kicsit farmoltam, hogy legyen elég szintem. És most van 51 fétem, úgyhogy most már kicsit többet sebzek. Megdöglött ugye a két gargoly, úgyhogy most meg kéne ölni a kvillagot a másik harangért. Úgyhogy ezt tegyük meg. Akkor már visszaszertem az emberi alakomat, hogy az ottani lenti NPC is szembe jöjjön velünk. Akkor legutóbb arra jártam, nem voltam ember. Legalább meglátod te is, hogy milyen szép a karakterem. Álmaid nőjét fogod most meglátni. Igen, ez egy lány. Aj, nagyon jó. Úgyhogy futi van. Lefutunk Lighttown-ba. Jó lenne Anor-Londóig eljutni, és meg is csinálni Anor-Londót. Meglátjuk, hogy ez hogy fog menni. Azt felküldjük. Mondjuk nem tudom, minek küldöm fel, úgyis errefelé fogok visszasétálni. Na mindegy. Látom, közben érkeznek az emberek. Pálinka, az jó estét mindenkinek! Wow. 716. Nem rossz, de kicsit kevés. Ennyire nyomhatom a más. És ez mekkora sebez? Ez mennyire fáj neked? 760. Nice. De csak kettőt tudok varázsolni. Szárkupát. Azzal te nem érsz el engem. Meg azzal se. Olyan kurva lassan lehet futni ebbe a játékba a karakterrel. Az animáció azt mutatja, hogy futsz, de igazából nem vagy gyorsabb, mintha sétálnál. Arról meg már nem is ejtünk szót, hogy mennyire kibaszott lassú a villámvarázslat. Apropó, ha már itt vagyok, föl kéne szedni a izét, nem?
Az itteni Firekeeper szólt. Mi az anyád, hogy most komolyan becéloztad ezt a két buzi legyet? Ez így nem annyira jó. Jó, ez így. Ne. Miért is poison? Mondja már rá valaki. Hogy? Igen, tudom. De innen nem lehet becélozni, csak ha közelebb megyek. Jó. És akkor a toxikot vegyük már le. Csá, Bence. Nem gondoltam, egy kicsit folytatom a cleric run-omat még mielőtt belevetem magam Enikőnek a Neo streamjébe. Mert hát ugye ő 8 órakor nekiáll annak, aztán nem akarok itt konkurensen vetíteni. Illetve így is úgy is fogok, csak nem azonnal, hanem ilyen, tudom én, 10-11 tájba állok csak neki. De azért így az elejét szeretném látni annak a streamnek, aztán úgy voltam vele, hogy akkor folytatom most, mert most van rá lehetőségem. Így alakult a mai napom. Meg holnap egész nap szabad vagyok kb., úgyhogy tudom ezt tolni vakulásig. Ez. Firekeeper szól. Ne. Te nem kell ezt. Hát az mit csinálod? Nagyon koszos lehet az a fal, ha így körbe nyalja. Remélem, maradt elég varázslatom legyilkolni ezt a NPC-t. Csak anyázni fog. Szia Pisti! Futász! Nagyon le fogok tudni jönni ide? Nem mi? Mert így mindjárt jön a NPC-n bével. Ha! Nem tudok leülni. Jó van, tulajdonképpen nem olyan nagy baj. Szerintem ezzel fogom kezdeni. Ugye szépen beszaladt hozzám úgyis. Nyer csak! Dead! Ez király volt. Na, te megtűnjél innen? Na, tudok level up-olni legalább, továbbra is a fate-et növelve. Öljük meg a Quelagot, és akkor be tudunk menni az erődbe, meg Anor Londóba. Jó lenne Anor Londót végig csinálni, így 8-ig, az elkövetkező másfél órában. Meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Mert ott azért erős lightning resist van mindenkinél. Szinte mindenkinél.
Azon London Párkány. Azzal nem lesz baj, mert a Wrath of God-zal meggyilkolom a népet. Ott nem azzal lesz a probléma, hogy inkább a boss lesz az, ami érdekes kérdés lesz, mert ugye a három Wrath of God-ot rávarázsolok én az Ornsteinre, de az nem fogja megölni. Úgyhogy a maradékot villámmal kell ledobálnom. Meglátjuk. Nem ez kell nekem, hanem ez. És így. Jó van. Menjünk be. Szia, Dávid! Szia, Gergő! Na, jönnek itt a 630. Nem is rossz. Megszeggerelődött. Ez igen. És akkor még nincs rajtam a másik Miracle gyűrű, meg Power Within-t sem használok, de szerintem azt most nem is fogok ebbe a rendbe, mert az ugye Pyromancy és nem Miracle. Na, nézd ezt ki. Hát, szia! Úgy volt, hogy az előző videó végén, nem tudom, hogy hol tartottam, megöltem a gargoylokat, és akkor ott hagytam abba, hogy majd akkor folytatom onnan, és hát nemrég kezdtem, Firelinkről meglefutottam idáig, igazából. Melyik talizmán lesz a végső? Szerintem ez. Ez az Ivory. Úgy emlékszem, hogy ez adja a legtöbb azért faith bónuszt. 50 fölött, vagy 42 fölött már jobb volt, mint a canvas, és 50 után meg én úgy tudom, hogy ez a legjobb. De egész nyugodtan megnézhetitek a wikit, hogyha esetleg rosszul tudom, akkor javítsatok ki továbbra is. Amúgy Csubi vicces. Csubinak én is szoktam nézni a videóit. De a Dark Souls 2-ben a Dark Lurkernél csalt a Csubi. Mind a három karakterével Pyromancy-val gyilkolta meg, nem csapkodta le rendes karral, csak a varázslója varázsolta le rendesen, mert az varázsló is volt. Hogy is mondta? Hogy egye meg a seggemet ez a boss, vagy hogy ez a játék, vagy valami ilyesmit mondott a Dark Lurkernél. Vicces. Szaladjunk ki innen. Itt csak elrepült mögöttem egy kavics. Most már megtudom, hogy kell mágiával, azaz. Dark Moon. De a Dark Moonhoz farmolni kell füleket, nem? Meg akkor nem ölhetem meg a izét. Azt hiszem úgy van, hogy ha megölöm a Gwyndolint, akkor utána már nem használhatom a Dark Moon talizmánt sem. De hogy a Dark Moon Blade varázslatot, az biztos nem.
Tehát az csak a Covenant tagjai használhatják. Mennyire van a PSM a mikrofontól? Megmutatom. Tehát én most itt ülök, ez itt a mikrofonom, ez. És így... Ott van a PlayStation, ott meg a TV. Ott van len. Szóval így egy jó 2 méterre. Kb. Nagyon hangos, tudom. El lesz vívve pasztáztatni valamikor majd a hónap közepe felé. De lehet, hogy majd csak februárba. Igénytelen. Azaz. Mindenképp újra pasztáztatom, csak így a február-március nekem úgyis úgy fog kinézni, hogy Orit fogok játszani, meg szeretnék PC-ről is egy-két dolgot streambe játszani, mert kurva régen játszottam el, és tök szeretem. És amíg ezeket csinálom, addig pasztázhatják a PS-t. Mert az a baj, hogy én akkora függő vagyok, hogy én nem tudom azt csinálni, hogy fogom és leadom a PS-t, és akkor én, mit tudom, egy hétig, másfél hétig nem játszok, amíg elszenvednek a pasztázással. Sajnos ez nem opció nálam. Viszont szerencsére van még egy konzolom, meg egy PC-m, bár a PC az nem igazán játékra való, mert legalábbis csak régebbi dolgokat tudok játszani, mostanival egyáltalán nem. A Dark Souls Remaster el se fut rajta. Tehát a sima Piper to Die Edition-t azt le tudom futtatni. A 2-t még nem próbáltam, mondjuk a Dark Souls 2 lehet, hogy még benne. Azt majd megnézem. De a 3-at el se tudom indítani. Konkrétan. Hát figyelj, az is lehet, hogy a sajátod is búghat, meg a videóban is búg, de az biztos, hogy nálam szokott. Krumpli PC. Így, ahogy mondod, Pisti. Krumpli PC. Na, egész jól állunk az idővel, én azt kell, hogy mondjam. Na, emlékszem, hogy felküldtem a liftet, nem megyek bele a liftaknába. Lesz előadó VGA. Odaadod, ingyen adod, Pisti, mert akkor nagyon szívesen átveszem tőled. Aha, meg fogom próbálni egyébként a szkoláros második részt, mert szeretném megnézni ezt az Ogre of Darkness című modot, ami kicsit olyan, mint a Daughters of Ash volt, hogy így kurván átvariálja a játékot, és engem az rohadtul érdekelne. Meg egy vanillát is nagyon szívesen végig streamelnék, mert sose játszottam a vanillával. Én megölték a Firekeeperemet. Ha-ha. Úgyhogy ezek valamikor majd szeretnék ilyeneket csinálni, de hogy mikor, azt nem tudom még. Ventriloquist. Szervusz. Üdvözlet a streamen mindenkinek, aki eddig nem volt élőben nálam. Igen, a második részben van egy hasonló, mint a Daughters of Ash. Úgy hívják, hogy Ogre of Darkness. Mindjárt leírom ide a chatbe. És azt mondják, hogy olyasmi, hogy rohadtul átrendezi a játékot. Meg például engem tök érdekelne a DS3-nak a Cinders modja, meg a DS3-ra is van Ascension mod, csak a DS3-at én nem tudom modolni, mert el sem tudom futtatni a DS3-at, nem hogy még streameljem is. Szóval azoknak, akik még nem jártak errefelé nálam élőben Twitch-en, elképzelhető, hogy alapból tudom, kik vagytok Facebookon, de ezeket a neveket nem ismerem fel, úgyhogy bocs, ha nem szólítalak a neveteken titeket, így jártatok, haha.
Ez már fő. Hallod? Mi a fasz? Miért nem öltem meg? Oké. Okay. Na itt... na akkor Mácska Julien hiányzik egyébként, akkor múltkor is kérdeztem, hogy hol vagy. Azt mondom, hát nem tudom, mondom, sose láttalak még itt. Igen, Máriót, egy darab Márióról tudok. Az valószínűleg te vagy. Te a bárki vagy. A te nevedre onnan jöttem rá, Dávid, hogy az a neved, a Twitch neved itt, hogy the name is ID, tehát Izsák Dávid. Annyira azért nem volt nehéz. Persze nem azonnal, csak amikor megkérdeztem, hogy miért ez a neved, akkor közölted, hogy a rendes nevedet nem engedte a Twitch. Mondom, jó, akkor biztos így hívnak, hogy ID, konkrétan. Na, verekedjük át magunkat ezen a pályán, valahogy. Whoops. Halljál meg! Oké. Okay. Csak az a baj a fülekkel, hogy a füleket is farmolgatni kéne nekem, a kurvára nincs kedvem hozzá. Ha csak valaki be nem jön hozzám, és ki nem dob nekem 10 darab fület, akkor valószínű, hogy a Dark Moon-os mi a fasz? Talizmát? Most komolyan mellé lőttél? Hagyjuk már hülyeségeidet. Takarodjál. Neked van két füled, és letépett Pisti, és odadod. Ilyen kis önzetlen lennél. Baf. Egyébként szerintem a... Vajon a rendes Lightning Spear-ről is megölöm a gyíkot? Gyere. Hál' Istenit, hogy nem céloztad be. Célozd be! Célozd be, hogy... Péniszed akartad letépni és nekem adni? Én mindig tudtam, hogy nagy lelkű ember vagy, de... Azért azt gondoltam, hogy neked is vannak határaid. Ezek a gyíkok vajon mibe haltak bele? Mert ezek alapvetően nem halottak ám. Neki meg csinálni kell a küldiét, mert különben nem kapok tőle miracle-t. Van az a pénz? Hát igen. Igen, ez egyébként mindig mindenre is igaz, hogy van az a pénz. Van az a pénz, amiért bármire hajlandó az ember. Vagy legalábbis majdnem bármire. Ciki csapta le őket? Még az is lehet. Én stokkál miért. Búzi. Ring of Steel Protection. Amúgy egy tök jó gyűrű. Bár nem valószínű, hogy használni fogom. Mindegy, majd kiderül. Ojjaj, várjál. Nem olyan egyszerű dolog. Kicsit közelebbről kell harcolni veled, akkor nem tudok futkosni mindenfelé. Azt a gyűrűt fel akar? Já, igen. Majd felveszem azt a gyűrűt. Az anyád. Lightning Spear. Kár, hogy nem skálázódik fétre a Lightning Spear. Tök jó lenne.
De ez nem a DS3. 80 forint? 80 forintot adok Pisti pasztáért. Annyit talán megér. Áll az alkú. Na, jöjjön Mázakavics. És kajak leeste ide? Béna fasz. Igen, nagyon lassú mindegyik Lightning Spear. Lassabb bosszok ellen lehet csak használni. Gwynnél, hú, de közel volt ez. Gwynnél majd azért kell, a Wrath of the Gods fog kelleni. Meg az Emit Force. Szerintem azzal a kettő varázslattal meg lehet ölni. Mert a villám az lóf, azt nem sebez még, hogyha meg is tudnám lőni, akkor sem. Meg ugye az a baj, hogy a Dark Souls 1-ben nem lehet megszerezni a Sunlight Spirit egészen New Game Plus-ig. Tehát, hogy hiába, mert ha megölöd Gwynt, akkor ugye alapból elkezdi a New Game Plus-ot. Tehát, hogy nincs választás. És ezt a nagyon-nagyon butaságot mi az, aki tovább vitt a Bloodborne-ba. Aztán a B csapat úgy döntött, hogy mi lenne, hogyha inkább a következő Dark Souls-ban már a játékosra bíznák, hogy szeretne a New Game Plus-ba menni, vagy nem. És milyen jól tette a B csapat. Többek között ezt. És még nagyon sok mást nagyon jól csinált a B csapat. Itt van Logan. Logan, én most leszarom, mert nem vagyok sorcerer. De a 10.000-es szólt, azt felveszem, mert az jó. Na. Soul of a Hero. Hát Logan, te nem szarhattad le. Neked kellenek a kristál cuccai. De egyébként te is leszartad Logan, Pisti, mikor először játszottál. Mert varázslót is csak mostanában találtad ki, nem... Amikor dexes karakterre nyomtad, akkor nem kellett Logan. Aj, már a hülye Kovics pazek, hogy... Ez hihető. Érted? Arrafele megyek, amerre gurul. Ez megbassz, hogyha hozzáérek hátulról. Mondjuk ott fönt is volt egy szólós item. Mindegy. Annyi baj legyen. Blup. Na. Ideje fölvenni a következő bonfire-t szerintem. Bárcánk nem így akartam. Másik irányba kellett volna menni. De úgy tudom, hogy ha ezt így állítom be, akkor Sigward is át tud menni a pályán, és akkor találkozok vele majd a Norlandóba. Ez fontos. Idióta. Nem is érdemlem. Pisti, neked az Ascension modot kéne kipróbálnod, meg a Scorch kontraktot. Hú, geci, nagyon jók. Igazán megnézném, hogy egy Ascension moddal mit kezdenél. Persze, pöcsfejű. Ó, jaj, az ide jött. Ez kellemetlen. Ahhoz az kellemetlen. Hogy de gőj meg létszik ez. Hogy bajt akarsz nekem? Én csak jót akarok neked, Pisti, te sose hiszed el. Én mindig csak úgy kívánok neked rosszat, hogy te azt élvezd.
Bocs, mekkora mákom van, bazd meg. Istenem. Ati, béna. Na, itt menjünk át szépen. Azt a modot sose felejted el. Azóta level 200 és nincs intje. Jó is az. Pocs. Level up. Mi ez a Covenant? Ó, igen, a remasterben már lehet a bonfire-nél Covenantot változtatni. Tiszta gáz. Level up-oljunk. Tudunk? Nem tudunk. Akkor mindegy, akkor menjünk tovább. Ha nem tudunk level up-olni. Menjél már arra. Felveszem a Fire Resist gyűrűt. Mert alapvetően ez nem egy haszontalan dolog. Hát ez... ja. Titan egy sáb. Nem. Milyen futár? Pizza futár, biztos. Zabálni kellett, azt mindig kell. Ugye Pisti? Tényleg mikor lesz következő Dark Souls videó? Mikor lesz? Nem véde. Ma volt. Nem küldte a YouTube az értesítést. Pedig fel vagyok rád iratkozva. És még megnyomtam a csengőcskét is. Ilyet? Micsoda felelőtlenség. Echoes. Téged tiltottalak. Jó, majd megnézem akkor. Ez lesz a ma esti programom. Még lefekvés előtt. Megcsinálom most a streamet. Utána megnézem Enikőnek a izét. A vicces Nio szenvedését. Vagy legalábbis egy darabig nézni fogom. Aztán szerintem utána játszok majd még itt egy kis Dark Souls-t. Így este, tudom én, 10:30-11 felé elkezdem, aztán ilyen egyik, 1:30-2 mehet. És majd utána elkezdem nézni majd a telóról a Dark Souls videót. Bár lehet, hogy nem nézem meg, és majd hagyok majd hétköznapra, mert akkor sokkal többet videózok hétköznap általában, mert vonatozok sokat melóba, meg haza. Level up. 55 fét. Szerintem 60-ig megyek, azt aztán nem is fejlesztem tovább. Red vafalva meg a fosom fa volt. Red vafalva meg a fosom fa. Ez jó. Na, öljük meg a gollemet. Jön a gólem. Jó. Én nem ugrok át oda, mert minek? Jó. Emlékszem, hányszor meghaltam ezen a pályán, amikor először játszottam. Az utolsó vékony szaron, ahol mondjuk most is leestem amúgy, azon hányszor lelökött az a szar?
arra rohadt kurva vékony, aztán még így kontrollerre nem nagyon szoktam hozzá az irányításhoz, mert nagyon-nagyon PC-s voltam előtte. Takarodjál innen! Hogy oda le! Jaj, várj, meg kell ölni ezt a hülye izét itt fönt. Ójaj, át fog baszni az izén, mi? Ez mit szósz, ez mit szósz? Oké. Okay. Azt nem kell. Hagyjad abba, hagyjad abba, hagyjad abba. Ne. Great Lightning Spear. Na jó van, csapjuk. Ah, van egy minimális lightning resistje. Nem olyan sok, de azért van. Ez az. Core of an Iron Golem. Humanity. Segbe spárta után szabadon. Villám egyelő segbe Gwyn. Na. 48 000 szól, az mindig jó. Azért jó, itt lesz Anorlandóban a Miraculous gyűrű. Ez még rá fog baszni 20-25%-ot az izére, az összes Miraculumre. Csak hogy jó legyen. Nem. A bajni. Pápá. Elbaszott erős egy varázslat ez amúgy. Ojaj. Ez mondjuk butaság volt egy cseppet. Micsoda, egyikre se hatott? Mész a faszomba hátulról, az egyiknek biztos, hogy mögötte voltam. Na mindegy, ti úgy maradtok. Igen, Gwyndolin előtt van. Úgyhogy már megyek is oda. Fél úton még a boss előtt be tudom szerezni, szerencsére. Ring of the Sun's Firstborn. Fejlesz HP-t? Nem akarok. Vagyis hát majd fogok, csak most nem az a prioritás, hanem a damage. Reinforce Estus Flask. Egy. Na. Most a 60 fajt a fontos. Jól van. Mondom, fejlesz HP-t. Nem. Nem fejleszt a HP-t, Pisti. Háromban Aldrich, után van köcsökség. Mire gondolsz? Ja, meg itt van ez a pöcs. Igen, ezt te is imádtad, Pisti, ezt a röpködő faszt. Ó, ezt talált. Elkurvány el. Boga! Nehogy már eltaláljalak. Hagyd abba! Utálom. Undorító. Hagyd már abba a röpködést, te fos! Faszom! Csaló buzi. Komolyan rosszabb, ez az ellenség, ez rosszabb, mint a kerekes csontváz.
azt legalább miközben tekerészi magát meg lehet, meg lehet ütni. Ezt, amint a lába elhagyja a földet, sérthetetlen, amíg le nem teszi. Találd már el, na végre! Paszki van. Ja, nem. A mirökölös gyűrű a háromban, az pontif előtt van. Kérlek szépen. Pontif előtt van, a pontifos boss ajtótól visszafelé kell menni egy kicsit, és le kell esni a főtérre. És ott van azon az emelvényen. Elbaszod a karakter te, hogy te? Nem lesz az elbaszva. Semmi nem lesz benne elbaszva. Pont jól fogom fejleszteni. Olyan sok szólom lesz, hogy nem lesz baj azzal, hogy még HP-ra is adjak, hogyha megvan a 60 fétem. A tournamentet már nem fog fejleszteni, mert nem lesz több varázslat, amit berakjak, illetve de lesz csak a force helyett, majd berakom a másikat. Jó. Pápa. Igen, mindegyik játék, nem, az egyben meg a háromban a Miracle elég lassan indul be, ami azt illeti. Szerintem a Divine Blessing nekem most nem kell. Na, királyság. És akkor felszedjük szépen a gyűrűt. És akkor erőszebbek leszünk egy kicsit. Ja, várjam. Még lejjebb kell tekerni ezt. Jaj, bazd meg, ez is itt van. Jó van, szépen leküldjük ezt a gargoyt. Hogy micsoda? Most azonnal fölgyógyulunk. Nem fog meghalni még a izé előtt. Egy, oké. Okay. Jó. Jaj, Béla. Jaj, nézd már. Abbukó. Szerintem nem tud mit kezdeni azzal, hogy egy emelettel lejjebb hoztam, mint ahol neki szabadna mozognia. Havok engine, az. Ja, jó, most te vagy a megmondó ember. Értem. Jól van, Pisti, oké. Okay. Na szóval. Dom. Ring of the Sun's Firstborn. Azt neked. Boost Miracle. Tökéletes. Adjunk a szájának itt a non-rondóba. Mindenkinek. Na. Kurva jó haladunk, mert még csak most van 7 óra, illetve mindjárt 7 óra, és van még egy órám elintézni itt az ittenieket. Bőven jó. És most ki fog derülni, hogy csajozhatok-e. Ó, de előtte felveszem a másik páncélt, ami itt van. Az lesz nekem az szokott lenni így a go-to armor. Ez a Black Iron. Van egy rakás poly... Hallod? Az az egy darab dobók és mekkorát sebzett már rajtam? Felejtsd már el magad.
Az állandó. Az. Ez azért jó amúgy, mert ha én eldobok egy dobókést, azok sebeznek ilyen, tudom én, 20 damage-et. Ez meg a megbaszó dobókés. Hát jól van. Anál Ladao, te latol. Mi a neved, Zidó? Brian, uram. Brian? Nem uram, Brian. Alcátlan! Katola, dobja le a földle. Hova, uram? A padlóla bele! Ó, bezzeg, nem. Be akartam menni a szólokért. Mindegy, mert be tudok. Ott álltam a levegőbe. Szervusz, Zoli! Jó estéket! Ott vannak. Miért van ilyen messze? Pusztuljál el? Pa-pa-pa-na-na. Így kell menni. Slalomba. Slalom. És akkor nem találnak fel a buzi dobókések. Slalom, baby, slalom. Ugye nem sorcererrel vagyok, úgyhogy nincsen annyi varázslatom, hogy mindenkit kinyírjak. És még maradjon is belőle. Ugye a kleriket azt ilyen félig harcos, félig varázslónak tervezték. Ó, várjál, arra akarok menni. Mezitláb, piszkafalábú kari. Hasz. Na, ezt meg kéne ölni. Ups. Ó, megkapni a kettő. 941 damage. Nice. Very nice. Na, akkor Great Lightning Spear-t megnézzük, mert azt hiszem ők megrezisztelik a Lightningot ráadásul. Ó, de a Great Lightning Spear így is megöli őket, helyes. Amúgy ez ilyen 800 valamit kéne, hogy sebezzem. Ha jól emlékszem most. Szerencsém volt? Szerencsém volt, igen, hogy mind a kettőt elkapta. Nem, ezt én nem is vitatom, hogy ez így történt. Az anyád. Ne dobálózzál te meg onnan! Hogy... Idegbeteg Pikachu. Na, van két darab ilyen Wrath of the Gods-om. Ennek bőven elégnek kell lennie. Ups. Kell jövő? Kurva hanyádat lőjed hátba. Egy elkaplak? Ne aggódjál. Megkapod te is. Pápa. Ez az a szól, ami bánt. Néha. Néha, amikor felveszed ezt a lelket, akkor elveszted a kis HP-t. Whee!
Nem varázsolni akarok. Ha nem ide bemenni. Te vagy Toler. Toler. Na, itt szóltok hozzá. Ezzel most már csajozhatok. Elsőre bement az anállandó párkány. Mindjárt megvan a 60 fék, tök jó. Neked volt egy szemét. Előfordul. Hogy is... el kell ide menni. Az a baj. Azok a hülye Silver Knight-ok elég csúnyán rezisztelik a Lightningot. Ojaj! Ez nem volt okos dolog, igaz? Varázsoljál már, bazeg! Úgy. Nézzük meg, mit szól a mimik ehhez. Nem bántotta? Kajak nem bántotta? Bazeg. Bazeg, hát találd már el szaros mimiket. 800, na 800, a 800 az már jobb. Az már jobb. Azért nem ugrom meg a shortcut ugrást a lépcsőről, mert a Sigvardnak meg kell csinálnom azért a mellékküldéjét. Most komolyan mellé dobtad. Most komolyan mellé dobtad, béna fasz! Micsoda? Ja, izé a gyilkos szólbag. Igen, a 800 jobb, mint a 680, vagy nem tudom mennyi volt az eredeti sebzés. Az a baj, hogy ez így nem annyira jó. És hogyha én ezt most így benyomom ide, akkor ez meghal. Nagyon úgy tűnik. Jól van. Ez már így nem rossz. De vajon? Ó, nem is rossz. De anyádat! Kibaszott, lassú ez a varázslat. Meg se próbálom. Agyonlő a grid bolyával ötször, mire én egy ilyen villámot eldobok. Hello. Whatever can be done. Csá. Quite a fix indeed. Na szóval. Először is. Te most ott meghalsz. Másodszor. Ti is meghaltok. Erre kellett a két darab rafov gáz. Másképp ez. Ebbe a szobába itt villámokat dobálózza 5 másodpercenként. Ki van zárva. Cseh. Azt mondja meg nekem valaki, mert ezt nem tudom, hogy ő már most visszamegy Firelinkre, vagy majd csak, hogyha kinyírtam a bosszokat. Mert most így hirtelen nem vágom. Ah.
Pedig ők lightning rezisztesek, ilyen kemény vagyokban kell, hogy a sima lightning spear megöl egy izét, egy lovagot. Az nagyon jó. Igen, direkt dobtam mellé. Túl sok minekülön volt. Az anyád. Ja, várja. Megnézzük azt, amit Pisti csinált. Teljesen jó. Én is tanulok tőled valamit, Pisti. Sose próbáltam még innen lelőni. Nem gondoltam, hogy lehetséges. Jó, de azért itt még ki akarok ugrani. Mondom, itt ki akarok ugrani. Oké. Okay. Az igen. Az igen, itt is átdobtam. Király. Hát csak mert, hogyha a boss fight előtt hazamegy, akkor lehet megérni hazaszaladni. A dobálós mirekölért. Csak hát fogalmas is, hogy hazamegye. Van még egy ilyenem. Kettő. Ja, jó, nem kell, mert... Mindegy, most leülök úgyis. Megfejlesztem a 60. fétet. És akkor innentől kezdve már lehet másra is fejleszteni. Az a kérdés még, hogy... A Black Iron Armor... Az bizony túl nehéz. De ezt felveszem és ezt kidobom. Óhóhó, pajzs nélkül jó. Király. Nekem tudnom kéne. Annyira részletkérdés, hogy sose néztem utána igazából. Nem szoktam, amikor ilyen messzire vagyok már a Norlondóban, akkor már nem szoktam hazasétálni sose. Mert hogyha ilyet tennék, akkor ilyet tettem volna, akkor tudnám. Pillanat közben írom kell itt egy üzenetet, gyorsabbat. Jó. Csak lord leszel? Jó. Okés. Akkor boss. Akkor bosszelés van. Csak előtte kéne 10 darab. Mi a faszom? 10 darab Estus. Illetve beadtu nálam a Force helyett a másik Gravelord varázslatot. Jó. Köszi, hogy megnéztétek. Uram Isten, mennyi jel van itt? Kindle. Esküld, lerakom én is ide a jelemet, csak úgy poénból. És hogyha valaki beránt, még mielőtt elérek a bosszig, akkor segítek neki. De szerintem izé is lesz. Ebből inkább invéd lesz, mint az, hogy valaki behívjon. Meglepően nagy aktivitás van még mindig a játékban. Ó, várjatok csak! Ezt is meg kell csinálni. A Black Eye Orb.
meg kell kúrni a latrakéket. Mert meghalt a linkes firekeeperem. Jó napot! Hoztam egy ilyen idét. Ha! 1137! Azt a kurva! Ez meghalt. Nice. Very nice. Na szóval. Meg kell ölni. Whoops. Meg kell ölni a kisebbiket. Mostan. Igen, egy picit rekt volt cseppet. Ennek viszont tök jó zenéje van, én mindig szerettem. Na, nem akarsz ide teleportálni? Dehogy nem, már jössz is. Ó, nice, 717. Na, bújjunk egy kicsit, meg kell healálni. Uh-huh. Au. Úgy, háromból meghat Austin, király. Gondolkoztam rajta, hogy olyan elég lesz-e az a három. Azonnal hagyd abba. Gravelord, Great Sword Dance. Ezt te mit szólsz, hm? Micsoda instant halál! Bazzeg, átcsapott az oszlopon. Azt a kurva. Megmondtam. Egy picit belehaltam ebbe, szerintem. Egy cseppet. Ez fájt. Egy kicsit. Pánzeg. Nem jött össze. Nem van már. Hogy. Ennyi béna szar vagyok. Megvizsgálták a rektumomat. Rektum. Na. Gyere! Hoppá! Egy picit benéztem itt ezt az időzítést, szerintem. Abba hagyni a kalapácsolást. Hogy meghalálodsz. Jaj, Pisti, legyél már ünneprontó. Na, azt most azonnal felejtsd el, jó? Na, te hogy szereted a villámot? Mellé dobtad, bazd meg! Itt van egy kibaszott háztömnyi boss, érted? És mellé dobja. Ekkora segget. Hogy lehet eltéveszteni egy ekkora segget? Menj a faszomba. Takarodj el. Oké. Okay.
Ebbe is belehalok instant. Nice. Aj, bazd meg. Ez jó lesz így. Négyből egyszer eltaláltam. Ez kellemetlen. Nem a HP-val van itt a baj. Szépen beviszünk egy pajzsot, aminek valami jó kis lightning resistje van. 50-70%, 70%. És ez megvan a kellő mennyiségű erőm is hozzá? Pont 12. Tökéletes. Visszavesszük a izét. Ezt. És akkor kivédjük a seggezést. Nem lesz ez olyan hosszú. Csak jobban fel kell készülnöm rá, ennyi. Nem, valamiért nem tudtam kikerülni a... Hoppa, ez most kettőből meghat. Ja, mert ugrás közben kaptam el, mi? És olyankor critical damage van. Hallod? Az nem baj, hogy már mögötted voltam? Hitbox. Hitbox az van. Azt látom. Abban nincs hiány. Felejtsd már el magad. Ez meg miért nem talált? Komolyan, miért nem találod már el, bazd meg, ekkora célpontot? Hogy nem lehet eltalálni? Hogyan? Hogy lősz mellé folyton? Hogy... Kap be. Hát ez nem talál. Jó, hát akkor marad a dobálás. Menjél már! A faszom. Oké. Igen, a kalapácsa az olyan, hogy abba az mindent felfog, akármivel is lövöd. Talán a szolgyőrű. Talán nem fog ez olyan sokáig tartani, csak pénázok egy kicsit. Igen, a DS2 hitboxok szarok, de a DS1 az a masterpiece. Na, akkor most fejlesztünk egy kis kedvencet, hogy föl tudjunk venni a másik páncélt. Úgyhogy egy ilyen shieldem is van. Ehhez még nem elég, mert az 80 kell. Ugye a shieldet most kivesszük. Mondom, na úgy, azért. HP. HP-t is fogok fejleszteni, de először az kell, hogy elbírjam, amit szeretnék hordani. Come hither, child. Ott van Csecs. Hogy mozog a csecs közben így? Boing, boing. Csak lassan. Lassított felvétel, boing, boing. Na, egész jó. Van még egy jó fél órám. Úgyhogy... Valamit legyilkolhatunk. Valami kisebb szarságot, mondjuk egy lepkét, meg egy Depth-ben a izét, a Gaping Dragont. Blö. Yes. Miracle Emmett Force. Köszi!
Ja persze, ez halott. Amazing Chester. Lepke van sort, nem hiszem, hogy egyből meg fog halni. Nincs többre ezt a flaszkom, de... Most már le tudok legalább ülni ide. Let's see for alternative cutscene. Elmehetek a DLC-be előbb? Nem áll semmiből. Attól nem magic. És akkor a... Melyik volt ez? A kicsi. A kicsi sword dance helyett berakjuk. Ezt az Emmett Force-ot. És 6 darab van belőle. Én azt hittem csak 4. Nagyon jó. Nagyon jó. Teszteljük le, hogy mennyit sebez. Az Emmett Force. Nem olyan sok, de legalább van. Ja, várjál! Nincs rajtam a Miracle gyűrű. Azért kell a Miracle gyűrű. Próbáljuk meg így. Megmondjuk, hogyha eltalálnád, az hasznos lenne. 697. Kurva lassú. Viszont mivel úgy sincs sok varázslatom, ezért nem az a lényeg, hogy lassú-e, hanem hogy sebez. Ó, de jó lesz bazd meg ezzel lövöldözni Gwyn-t. Csúdi jó. Na mindegy. Ez halott. Elnyom minden cutscene-t. Ha gondolod, azt meghagyom. Jó. Akkor menjünk a... Ja, várjál! Rainforest, álljogolj! Na, van én nekem Tinkling Titanite-on 2 is. Úgyhogy ezt belenyomjuk. És akkor van... Dalotaro. Nem, mi ez? Undead Parish, és akkor innen van a lepke. Kézzünk. Én kamerán kívül egyébként... Hol van már ez a szar? Még az előző stream végén, vagy hát utána, megvásároltam 20 000 ér a kulcsot itt a Andrétól. És az ottani, és a Sif felé vezető úton lévő NPC-ket farmoláztam, abból lett nekem annyi szinten, mint a zálat. Hogy repülje. Itt a vicces, nem ledobálja. Emmett Force. Erőkibocsátás. Ezt hogy fordították vajon a izébe, magyarított verzióba? Pisti, nem tudod? Ez Emmett Force-nak mi lett a magyar neve? Ott a sátáni sebzés, azaz. 666. Öljünk. Lepkék. Lepke. Milyen damage? Ez fizikai. Én úgy tudom, hogy ez fizikál. Nem erre, várja. A lepke nem erre van. Micsoda. Power within, tudom. Mi lett a power within? Belső erő, vagy mi?
Abba hagyni. Abba hagyni egy bizé bokrok. Azaz! Igen, ez jó, mert ez robbanó varázslat. Hogy szétrepült a izé három bokor? Belső energia? Belső energia. Az igen. Ó, izé, menj odébb. Pusztultok elfele. Itten van-e a erő? Azaz. Na, valami olyasmi. Ezt a kőlovagot is nem lehet ütni, amíg föl nem áll. Ami nem egészen értem, hogy miért, de valaki ezt biztos jó ötletnek tartotta. Benne vagyok a játékba, Pisti. És engem le kellett fordítani. Dark Souls teke. Hát, amúgy a... Jaj. Egy. Most már lőhetek. Bozi! Egy. Butterfly! Lelelelelelelele! Tidenkét ezer! Azért lett volna egy lövés egyébként, hogyha Sunlight Spear-em lenne, de az nincs. Ennyi. Csalik. Nem is csalik, várjál kicsit. Back off. Egy. Shots, nem kell az elbetű. Repülő baj, az király. Endurance 80 darab izé kellene. Még azért van. Ja, várjál, innen mondjuk most már warpolhatok. Warp, és akkor depths. Öljük meg azt a izét. Gaping dragont. A fogas vaginát. Hatalmas fogas vagina. Ja, meg még vissza kell mennem az Undead Asylum-ba is. Takarodjál az utamból. Mert ugye a babát föl kell venni a Priscillához. És akkor már Stray Demont is meg kell ölni, aki ott van. Meg ott van még a Ceaseless Discharge is. Nem tudom mi fér bele még a maradék fél órába. Meglátjuk.
Na, eltette a izét, idióta. Fél óra alatt eljutni Izolitba? Ez nem egészen fog működni. Három bosszon keresztül kell mennem. Itt egy patkány. Már odébb. És ez a szüntelen gennyezés helyett lett pusztító. De a discharge az nem gennyedzés. A discharge az csak azt jelenti, hogy így valami ereszt belőled. Mert az is discharge, amikor valamiből így elektromosan, tehát így jön ki belőle az áram, az is discharge-ol. Lehetett volna szüntelen folyás. Srácok! Megöltem már a Taurus Daemont? Nekem úgy rémlik, hogy az még él. Szerintem az még életben van. Gennyedzés. De érted, még a gennyedzés se jó, mert láva folyik belőle, nem genny. Szüntelen láva folyam. Hogyha már nagyon akarsz valami magyar izét bele. Szinoníma, de nem is szinoníma. Na, valamit akartam. Ja, faszt akartam. Megnézni az émet. Ja, kurva nem látszik mi. Majdnem. Még egy endurance-ot fejlesztenem kell, és akkor fel tudom venni a staminás pajzsot. Mi lenne, hogyha az Undead Burgban viccelődnénk? Szüntelen lávázás. Azaz. Meg le kéne rakni a Lord Assel. Cső. Kejjél már fő, bazd meg. Na. Tudom, hogy leugorhatok mellette, csak akkor megharagszik rám, és ezt nem akarom. Na. Cső. Vigyél vissza. Na. Egyezd meg ezeket a coinokat. 5000 szól. 15000 szól. 1000 szól. Egyezd meg Quillag lelkét, mert az egy 10000-et adsz. Meg egyezd meg a... Hát Small lelkét, azt ne edd meg, mert lót azt nem adsz érte. Jó, egyelőre ennyi. Együk meg a szólokat, szerintem.
Nincs fogok már vásárolni semmit. Tudom, hogy a Moonlight Butterfly, na most leteszteljük. Azt mondja, jó, hát ez biztos, hogy többet fog adni, mint az etetés, mert ez csak 8, ugye egy darab szólt ért volna. Az Iron Golem 8000-et adott volna, hogyha nekiadom a izének. Ez így, 12000, akkor nem adjuk. Moonlight Butterfly pedig 8000 lett volna, ha nekiadom, és így. 1200 takarodjál, na jobb lett volna, hogyha megetetem vele. Fos. Alappoljunk egyet. Úgy ez megvan. És akkor tulajdonképpen elkezdhetem nyomni a HP-t felfelé. Letesszük szépen ezt. És akkor még mindig jók vagyunk. Fast roll-ra. HP, azaz. Hát 60 fölött szerintem már nem igazán adta túl sokat a faith, úgyhogy minek? Utánból kotródjál. Stray démon meg a lávázás, de Taurus démon még él. Meg fönt a sárkány is él a hídon. Ezeket meg kell ölni. Na, Enikő is megérkezett végszóra. Szia, Enikő! Még egy bő 20 perc, aztán jön a tesztrived. Fast troll, igen, végül is. A fast troll az. Így is lehet. Így is le lehet írni. Na, hülyére? Ideges vagy? Mondtam már, hogy nem szexre készülsz, hanem videójátékot játszani. Hops. Jó lesz ezzel, jó lesz. Az a lényeg, hogy jó lesz. Áó. Meg kell ölni a Taurus démont. És most ezt megtesszük. Ott lesz, hogy nevetni. Azaz. Ne csak Taurus démon. Csá. Oké. Ez a Taurus démon volt, Enikő. Ja, most ugyan megkapom a tüzet az arcomba, vagy a seggembe hátulról. Csak nem értem le, picsába. Most itt gondoljuk ki, hogy jól menjen. Hát, ja, van 60 fétem. Minden Miracle Boostos gyűrű rajtam van, vagy egy cucc. Meg Wrath of the Gods-ot használok, és az elég kemény.
ez a sárkány is ennyi lesz, ahogy, ahogy lerepül a hídra, elnyom a három ratonkát, ezt meghal a picsába. Jó, megölted a haverjaidat. Gyere le onnan. Hát nézd meg, így nézek ki. 67-es vagyok most. Hát már Anor London túl vagyok. Most a elmaradt opcionális ellenségeket gyilkolom. Csá. Húsz percig nem jött le a sárkány, mert nem jó helyen álltál. Level up, továbbra is akkor toljuk fölfelé az életünket. Oda akarok menni, most ezek meghaltak. Akkor ki van még a hátra, aki opcionális? Mit mondhatok? Van a lábás arc, meg kicsoda? Mindjárt. Én az ágyban is gyors vagyok, igen Pisti, ezt jól mondod. Olyan gyors, te. Észre se veszed, és már megbasztalak. Stray Demon, igen, Stray Demon. Azt mondja, Firing Shrine. Azt mondja, föl a liften. Igaz? Bip. Le. Ja, bele egy órában még bele kell, hogy férjen ez a két boss. Bip. Ez. Na, azt elnyomta, hogy varázslatot. Stand-up, nem akarok stand-up-olni. Inkább zabálok valamit. Most van ez a szalamon. Kis maradék chips. Ez király, ez a király Dávid. Azt mondják hogy valami nők, hogy rossz vagyok az ágyban, csak tudnám, hogyan jönnek rá 10 másodperc alatt. Tök jó ez a varázslat. Tök tetszik a maga az animációja. A kettőben is van, és a kettőben sokkal gyorsabb egyébként. Na. Anyád. Anyád. Jó, hát le kell ülni. Ne te! El kell nyomnom ezt a Wrath of the Gods-ot is. Ez a
legjobb varázslat. Áú. Na, na. És hogyha ilyet kapsz, akkor mit csinálsz? Fáj, fáj, fáj! Mi nem talált? Nem talált! Ez csalás. Hogy? Ez rám esett. Szarakodok én itt, bazd meg, izé, Gravelord farm miracle-lel, simán nagyon lőhettem volna, elég meghalt volna. Paszki. Azt el tudja nekem mondani valaki? Hogy miért ment rajta így keresztül a varázslat úgy, hogy nem fájt neki? Erre igazán kíváncsi lennék. Ja, hogy már én csináltam. ez is lehet egy jó magyarázat, hogy én csináltam, ezért nem működött. A Dark Souls egy easy. Legalábbis, hogyha normálisan kifejleszted a karakteredet, akkor elég easy. Nem jössz ide? Ne védjél már ennyit, Mr. Black Knight. A baba. Itt a baba. Halababa. Jelen, az fordító volt. Hol lehet a baba? Itt a baba! Egyik legjobb poén volt az első jégkorszak mesében. Hülye Diego. Na, húzzuk minden a pittába. Áú! Az Isten itt az ugrándozó ellenségekben. Meg a falba! Honnan ugrott le? Bezzeg ezt eltalálod, csak a boss-t nem. Valóban nehéz a Dark Souls, vagy csak arról van szó, hogy a többi játék túl könnyű. Hát. Szerintem valahol a kettő között lehet a válasz, így az igazság. Hogy nehéz is egy kicsit, tehát nehezebb, mint a többi, ez biztos. De ha tudod, mit csinálsz, és nem vagy greedy, akkor annyira nem nehézem. Level up. Még egy kis HP. Nincsen több ilyen izém? Lószarom? Nincs mi? Kling-kling tájtalájtom, nem elfogyott, jól van. Na hát akkor van még egy ilyen lávás szarunk, nem? Warp Daughter of Chaos.
Ja. Nem sokára csatlakozom, csak még ezt a lávás fosadékot megölöm. Véle. Ebben a maradék pár percben ez belefér. És köscsi-puscsi a rókás biteket, vagy mik ezek. Szüntelen fosás, ez az, ez a neve. Ez lesz a neve. Dom. Jups. Uram Isten, most megláttam, hogy egy egész falnyi szöveg jelent meg a Twitch chaten. Dávid, mi a faszom ez? Az elolvasom, hogyha végeztem itt. Lightning Spear. Hogy mi? Már meg is. Kapod! Au! Au! Neked nem kellett volna a kezedet kitépni a testedből? Au! Au! Meghoz. Jönni. Nos. A lightning az tovább repül, mint a sorcery egyébként, azért. Azért nem ment el a spell odáig. Jól van. Szerintem a maradék 4 percben leszaladok a következő bonfire-ig, és akkor ha megint streamelek majd, kicsit később, nem tudom milyen, 11 felé talán, akkor majd folytatjuk oda lentről. Egyébként miért vagyok hülye? Faszért sétálgatok, amikor van hovarpónom? Enikő még úgyis összekészülget. Addig én pont leérek oda. Ceaseless Discharge, ott szoptál 20 percet. Jó is az. Hát először összekészül, aztán kikészül. Vissza tudom olvasni. Egyrészt a vodon is rajta lesz, amit írtál, másrészt meg, hogyha nem zárom be a Twitch ablakomat, akkor vissza tudom olvasni. Ó, nem vagyok ember picsába. Á, most akkor nem tudom megölni ezt a hülye lovagot. Majd föl kell ide másznom, így izébe. Következő alkalommal.
Mert itt azért a Kirk, itt ahogy jön, mint NPC, valami 32 000 szoltad, vagy valami ilyesmi. Nagyon, nagyon megéri megcsapni, és nem is túl nehéz. Úgy. Kökecká! Na. Kapjon sokkot a mennyiségtől. Középisti. Na jó van. Akkor ezt most eddig tartott ez a stream. És akkor én ezt ma még folytatni fogom. Később. Aztán vagy jöttök, vagy nem jöttök. Úgyhogy mindenkinek köszönjük, hogy itt voltatok. Meg életben tartottátok a csetemet. Meg a 10 másodperces point, az is király volt. És akkor mindenki szaladjon el Enikő streamjére. Na jövök én is. Aki meg YouTube-on nézi ezt vissza, az meg mondjon valamit. Meg nyomja meg a like gombot, meg a kis csengőt, meg mindent, hogy kell. Sziasztok!